Kirabolták a Horthy takarékszövetkezetet. Bizonytalan az adósságkonszolidáció második üteme. Kijukadt a nagyrédei tornacsarnok teteje. Jó estét kívánok, ez az aktuális szeptember 18-án szerdán, jönnek híreink részletesen. Kirabolták a Horthy takarékszövetkezetet ma reggel 8 és 9 óra között, a tettes több százezer forintot vitt el. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, szinte hermetikusan lezárták a települést, minden autót és buszt átvizsgáltak. Ez az a takarékszövetkezet, ahová nem sokkal nyitás után érkezett az ismeretlen tettes, aki fegyverrel, vagy legalábbis fegyvernek látszó tárggyal követelte a pénzt. A rablás idején 4 banki alkalmazott és a takarítók tartózkodtak az épületben. Úgy tudjuk, több százezer forintot vitt el a rabló a pénzintézetből. Juhász Ferenc, a 60 és vidéke takarékszövetkezet elnök ügyvezetője, a 60 online-nak elmondta, 3 évvel ezelőtt már történt hasonló eset, akkor sem és most sem sérült meg senki. A megkérdezett helyi lakosok már csak a fokozott rendőri jelenlétre figyeltek fel. Én nem láttam, mert nem voltam erre, de itt lakok nem messze, és mentem a boltba reggel kenyéri, 9 óra körül, és akkor mondták, hogy kirabolták a takarékszövetkezetet, ahol hála Istennek nem történt semmi gond, semmi probléma, mondták, hogy volt lövés, nem tudom, többet nem tudok, csak sok volt a rendőr, le volt zárva az út, ennyi az egész, amit én tudok. A Horthyak azt mondják, nem érzik biztonságban magukat, több rendőr és több térfigyelő kamera kellene. Jót nem tudok mondani, hiába vannak rendőrök, nem akarok csúnyát mondani, nem csinálnak semmit, addig még vér nem folyik. Akkor tartanak itt a településen? Tehát gyakran történik ilyen? Hát elég sűrű. Hát azért mondom, amit mondtam is az előbb Katinak, meg Félinek, hogy én hozzám is minden nap valaki belátogat. És szerintem már most is ott van. És 5 zárban kicserélve az ajtóban, hiába jelentettem polgármesternek. A takarékszövetkezetet egyébként 2010-ben már hasonló módon kirabolták. Akkor az ott dolgozókat egy férfi egy fegyvernek látszó tárgyal arra kényszerítette, adják át a pénzt. Az biztos, hogy nem először történt, de hogy kettőről én is tudok. Én nem tudom, tavaly volt, tavaly előtt, 2 éve. Most ez a második ezek szerint. Én itt lakom a főúton, hallottam szirénázva jönnek, azt hittem, hogy valami baleset volt, de hát ez akkor ezek szerint nem baleset volt, hanem megint ez a szerencsétlen takarék került ilyen helyzetbe, hogy ide betörtek. A rendőrség nagy erőkkel keresi a tettest, a délelőtt folyamán szinte lezárták a települést, és minden autót és buszt átvizsgáltak. Beesett egy férfi a gyöngyösi Nagypatakba ma délután. A zuhanás következtében megsérült férfit a gyöngyösi tűzoltók segítségével emelték ki a patakmederből. Úgy tudjuk, a férfit a mentősök súlyos, 8 napon túlgyógyuló koponyasérüléssel szállították kórházba. A baleset körülményeit szakemberek bevonásával vizsgálják. Egyelőre még bizonytalan, vajon lesz-e második üteme a nyáron lezárult önkormányzati adósságkonszolidációnak. Ha lesz, Gyöngyös szeretne részt venni benne, a jelenlegi információk alapján azonban úgy tűnik, a második körre csak 2014-ben kerülhet sor, és még az sem biztos. Nyáron a gyöngyösi önkormányzat is aláírta az érintett pénzintézetek és az állam képviselőivel az adósságkonszolidációról szóló megállapodást, amelyet a keddesti fogadóra vendégei mérföldkőnek neveztek. Réti Béla alpolgármester szerint ez a kormány második intézkedése, amely jelentős segítséget nyújt az önkormányzatok adósságának kezelésében. Az első az volt, hogy gyakorlatilag megszületett az a stabilitási törvény, amely gyakorlatilag már megakadályozta azt, hogy az önkormányzatok a hitelfelvételbe saját belátásuk szerint döntsenek. Én azt gondolom, hogy nagyon helyesen, és utána jött az adósságkonszolidáció. Tehát ez egy akkora, tehát maga alá temethette volna az önkormányzati rendszer eladósodása magát az egész államháztartást. Réti Béla arról is beszélt, hogy az egyik hitelező pénzintézet megkereste az önkormányzatot azzal, hogy kezdeményezni a konszolidáció második ütemét is, amelynek során az állam a fennmaradó adósságot is átvállalta volna. Ehhez azonban a hátralék 7%-át a banknak egy összegben meg kellett volna fizetnie.
Ezt a pénzintézet az önkormányzattól várta, egy belügyminiszteri levél azonban jelezte, ez a megoldás törvényellenes. Most úgy tűnik, hogy a második ütem alapját jelentő jogszabályt is megszüntetik, és jelenleg csak a Fidesz alelnökének mondatai jelentenek reményt. Kósa úr, mint a Fidesz alelnöke és mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a napokban közzétett egy olyan fajta elképzelést, amiben azért még felcsillantotta ennek a program folytatásának a lehetőségét, amiben arról adott tájékoztatást, hogy a Fidesz elnökségének, vagy a kormány elképzelése az, hogy 2014-ben leporolják ezt az ügyet, egy új konstrukciót próbálnak kidolgozni, és lehet, hogy lesz ennek folytatása. Az adósságkonszolidáció második üteméről tehát biztosat egyelőre nem lehet tudni, de vendégeink hangsúlyozták, ami eddig megvalósult, az hosszú távon is jelentős könnyítést jelent az önkormányzatnak, amely összesen több mint 1,5 milliárd forint adósságtól szabadul meg. Leszakadt egy darab a nagyrédei Szent Imre általános iskola tornacsarnokának födéméből. A tető már korábban is beázott, a szerkezet pedig tovább gyengült, amikor egy pályázat jóvoltából napelemeket telepítettek rá. A tetőszerkezet teljes cserére szorul, amit az önkormányzat a belügyminisztérium Viszmajor alapjából szeretne helyreállítani. Méteres lyuk tátong a nagyrédei Szent Imre általános iskola tornacsarnokának tetején. A tornacsarnok födéme ugyanis már nem bírta tovább az időjárás okozta megpróbáltatásokat, és leszakadt. Szerencsére a lehulló darabok nem okoztak sérülést senkinek. A tetőszerkezet már korábban is beázott. Ez több helyen is jól látszik, de egy pályázat jóvoltából a tetőre került napelemek építése során tovább gyengült a tetőszerkezet. Ezt egyébként a napelemek felszerelését végző cég elismerte, és azt ígérte, kiveszi a részét a helyreállításból, mondta a polgármester. Világos, hogy a tetőszerkezet előregedési folyamatának gyorsításában a napelemeket szerelő cég, illetve a napelemeknek a súlya is szerepet játszott. Ezt a cég elismerte, és természetes, hogy ő is pénzügyi forrásokkal, illetve munkával kiveszi a részét a helyreállításból. Az önkormányzat eredetileg belügyi pályázati forrásból tervezte felújítani a teljes tetőszerkezetet. Most azonban ez a felújítás sürgetővé vált. A Viszmajor keretre pályáznak. Alapvetően két dolog van. Részleges tetőcsere mindenképpen szükséges, az egy 2 millió forint körüli összeg. A teljes tetőcsere egy ilyen 4-5 millió forint nagyságrend lenne. Tehát tulajdonképpen ez az esemény, ami megtörtént, azt erősíti, hogy így a teljes összeget meg tudjuk kapni a belügyminisztériumnak a úgynevezett Viszmajor alapjából. A tornaterem nagyobb részét a gyerekek egyelőre még használhatják, ahol viszont a lyuk tátong, azt a részt biztosan lezárják. A település polgármestere azt mondta, még a rossz idő beállta előtt igyekeznek helyreállítani a tornacsarnok tetőszerkezetét. Egészségfejlesztési iroda nyílt Parádfürdőn. A most átadott 124 millió forintos uniós beruházás célja, hogy a kórház mellett olyan szolgáltatás is elérhetővé váljon a pétervásárai kistérség lakói számára, ami az egészség megőrzésében segít. Az egészséget jobb megőrizni, mint meggyógyulni. Ez a szlogen fémjelzi az újonnan átadott Parádfürdői egészségfejlesztési irodát. Az itt igénybe vehető szolgáltatások a hátrányos helyzetű pétervásárai kistérség 20 településének 23 ezer lakosát szolgálják a jövőben. A kórházak a betegekkel foglalkoznak, az egészségfejlesztési iroda megnyitásával a megbetegedéseket szeretnék megakadályozni, kezdte a projekt bemutatását Suskó Mihály orvosigazgató. A magyar lakosság nagy része csak betegként fordul az egészségügyhöz. Ezeknek a beruházásoknak, fejlesztéseknek az a célja, hogy azok, akik még nem tudnak arról, hogy problémájuk van, ez kiderüljön. Megelőzzük a betegséget, egészségtudatos életmódra neveljük magunkat, környezetünket, családunkat, a környező lakosságot. Fontos az együttműködés, mert a kórház egyedül nem tud hatásos fejlődést elérni az életmódváltás terén, tette hozzá a projekt vezetője. A környező települések polgármesteri hivatalainak, civil szervezeteinek, kisebbségi önkormányzatainak, orvosok, védőnök, házi orvosok összefogására van szükség, hogy a hátrányos helyzetű kistérségben élőket egészségtudatosabb életmódra neveljék, hangzott el a projekt indítón.
elsőként szervezeti formában tud biztosítani olyan segítséget ingyenesen és rendszeresen elérhető módon ebben a hátrányos helyzetű térségben is a lakosságnak, hogy tudjuk őt segíteni, tudjuk őt támogatni és tudjuk őt kísérni ebben a folyamatban. A kormány országosan 7 milliárd forintot biztosított 58 egészségfejlesztési iroda létesítéséhez a prevenció jegyében. Heves megyében a Parádfürdői mellett Füzesabonyban és 60-ban nyílt ilyen iroda. Ez egy átfogó egészségmegőrzési program része. Nemzeti cél az, hogy a magyar emberek egészségét megőrizzük, a magyar emberek életminőségét tudjuk javítani. Ez ennek a része, ez a 7 milliárd forint, és ez a projekt is itt. Az irodában lehetőség nyílik egyéni tanácsadásra is, önsegítő csoportokat, klubokat, dohányzás leszoktató tréningeket is szerveznek, mozgásprogramot indítanak, háziorvosi szűréseket végeznek fél évente, és jövő tavasztól szűrőbuszok járják majd az érintett településeket, ahol egészségnapokat is szerveznek. Több mint 40 főből álló nyugdíjas csoport érkezett Budapestről Gyöngyösre. Faragó László polgármester köszöntése után a város nevezetességeit, Sástót és Farkasmájt is meglátogatták. Országjáró túra, városlátogatás, nyugdíjasok érkeztek Gyöngyösre. Az egynapos kirándulás keretében a Budapesti Klub a város nevezetességeit, a templomokat és Sástót látogatta meg. Budapest 5. kerületi szervezetnek a nyugdíjasai vagyunk itt. Nagyon befogadó emberek, nagyon érdeklődők, minden olyan dologra, amelyik számukra még eddig ismeretlen volt vagy új, az boldogan hallgatják, érdeklődve, és egyébként az 5. kerület üdvözletét is hozzuk Gyöngyös városának, további sikereket kívánunk és jó működést. Érkezésük után a polgármesteri hivatalban várta és köszöntötte őket Faragó László polgármester. Gyöngyös egy fejlődő város, így látták a belvárosi vendégek. Azt mondják, főként emiatt választották a budapesti nyugdíjasok városunkat. Amiért esett a választás Gyöngyösre, hogy utóbbi időben nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Ezt én is magam tapasztaltam, most, hogy jöttünk, nagyon nehezen tudtunk, mert terek vannak, szépen felújított utcák, házak, és megváltozott a forgalmi rend. És a Faragó László polgármester úrral előzetesen beszéltem, és ő nagy örömmel fogadta a társaságunkat. A 42 fős csoport először a Huszár Lajos éremtárat látogatta meg, a későbbiekben pedig Farkasmájra utaztak, ahol borkóstolóra válták őket. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztálya szervezésében legutóbb Gyöngyös főterén zajló eseményről számolhattunk be. Az ökölvívók szeptembertől újra visszatértek a tornaterem falai közé, és folytatták az északi régió bajnokságban a pontgyűjtést. Az idő ugye azért bekényszerít bennünket, végülis alapvetően ez egy termi sportág, tehát a falak között játszódik az ökölvívás. Nagyon jó volt kint a szabadtéren, látványos volt, mint egy 1000 ember volt, én azt hiszem, a tévén keresztül is lehetett látni, de hát ennek más a hangulata azért egy ilyen zárt teremben, ahol ez a 100 néző is egy óriási élmény a gyerekeknek. És milyen torna kezdődött most meg? Az északi régió 8. fordulója a szokásos, csak itt most úgy írtuk ki, hogy a serdülős a junior korosztálynak, illetve volt egy-két bemutató mérkőzés, illetve edző mérkőzés, tehát azoknak a fiataloknak a hónap végén kezdődik Budapesten, a KSI-nek a termébe, a serdülő magyar bajnokság. És ez annak a szellemével, tehát arra volt felkészülés. A hazai csapatból 5-en léphettek szorítóba, akik közül 3-an győztesen hagyták el a köteleket. Danyi Anton, Iván Áron és Leocki Dávid kezét emelte magasba a versenybíró a menetek végén. Ismét hitelfelvételére kényszerül a magyar állam. A Reuters hírügynökség tudósítása szerint az államadósságkezelő központ dollárkötvény kibocsátási szándékot jelentett be az amerikai értékpapírfelügyeletnek. A tervek szerint a kibocsátás összege maximum 5 milliárd dollár lehet, az időpont egyelőre még ismeretlen. Péntektől ismét csökken az üzemanyagok ára, a benziné 4, a gázolai 3 forinttal, ma a benzin 7, a gázolaj 5 forinttal lett olcsóbb. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek a mai napon a budapesti értéktőzsde vezető részvényei.
A Magyar Telekom 317, a MOL 16160, az OTP 4427, a Richter 3667, a TVK pedig 2560 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX keddi záróértékéhez képest 173 pontot csökkent, így 18456 ponton zárt. Az aktuális végén legfontosabb híreink még egyszer röviden. Kirabolták a Horthy takarékszövetkezetet ma reggel. A lesz is második üteme az adósság konszolidációnak csak jövőre. Leszakadt egy darab a Nagyrédei Szent Imre általános iskola tornacsarnokának tetejéből. Ez volt az aktuális szerdán, köszönöm figyelmüket, jövünk majd holnap is a szokott időpontban, addig híreinket elolvashatják a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!